Jó napot kívánok! Azt nem mondják, hogy minket várnak de így. Igen. Jaj, de kedvesek! Ide le kellene parkoljanak, mert igen. A szállóktól 100 méter innen fent, csak hogy nem már felmegyünk Kiskalács, Bálec, és utána. Jó, ide jó lesz, oké. Okay. Akkor leparkolunk. Magyar Décse az erdélyi mezőség északi kapuja. Egyike Besztercen-Aszód megye mindössze két tiszta magyar laktaközségének. A legenda szerint földjét egykor óriások lakták, napjainkban azonban egy egészen apró gyümölcs teszi hatalmassá. A magyar décsei cseresznye a Dnyesztertől a Tiszáig uralja a hazai és külföldi piacokat. Román nevét is erről kapta, melynek jelentése cseresznyefalva. A közösség ereje, jellemző nyelvjárása arra enged következtetni, hogy lakói részben a Székelyföldről kerültek ide. 1893 óta minden évben cseresznyemajálissal várják vendégeiket, de aki ellátogat a román tengerből szigetként kiemelkedő színmagyar faluba, az év bármely napján megtapasztalhatja életvidám népének vendégszeretetét. A Décsei magas torony, felé akadt az ostorom, jakasztja jag a lambó, kinek a száját csókolom. Jakasztja jag a lambó, kinek a száját csókolom. Következő faluban már a magyar is románul beszél. Mi meg olyanok vagyunk, mint egy pontnyi székelység a mezőségbe. Kb. Annyira tudunk románul, mint a székek. 1500 kb, ha jól emlékszem. Magyar, hát 3 vagy 4 román él, de ők mind nagyon jól tudnak magyarul. Igen. Nem vevődik észre, hogy románok. Csak magyarul. Igen, csak magyarul, csak magyarok. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Iha. Ahogy mondtam az előbb is, minden házi, kenyér, saj, zöldséget, pálinka, amíz is házi, a Röbi készítette, méhely. A gyümölcsök is háziak, mint műszettük szüleink. Íz is, és málnadi kör. Ezt érdemes megkóstolni. Igen. Segítkeztél már a szerb készítésben? Hát őszintén a testvérem készítette, de a szedésben igen segítettem. Sok málnátok van? Van elég sok. Piacra számít. Sír a kislány a kapuba, mikor viszik más faluba, de majd mikor megcsókolják, ez a Magyar Décsei Szorvány Kollégium. Itt ez 18 férőhelyes lesz. Szorvány Kollégium, ez azt jelenti, hogy Magyar Décse, mint erős magyar közösség, a környező falvakból a szorvány magyarságot fogja össze, és így összegyűlnek tart. Tehát, hogy kevesebb a gyermek létszám Magyar Décsén, és akkor feltöltik a környező települést. Igen, sokan kívánnak külföldre dolgozni. És máshol tiszta magyar iskola nincsen. Besztercen-Aszódban nincs. Hányan fognak itt lakni? Hát itt ez a bennlakás 18 férőhelyes lesz.
És akkor az a bent lakás azt jelenti, hogy itt vannak szálláson, és egyúttal itt van az oktatás. Igen, itt a túlsó szárnyában van az oktatást, itt tesznek, teljesen minden ingyenes. De ti is ide jártok ebbe az iskolába? Hát én már nem ide járok, már végeztem a 8-at. Tehát ez 1-től 8-ig? Mindannyian ide jártunk. És akkor itt van kéne a tablózat valahol? Igen. Jó, akkor azt majd megnézzük. Így visszanézve. Egy picit változtunk. Csak egy kicsit, igen. Tengerben, egy magyar szigeten van most jelen pillanatban. És mi ezt nyíltan vállaljuk, és így próbálunk itt élni, és sok mindent tapasztalva megmaradni. Ősségi településen vannak, bizonyára most járnak itt először kedves vendégeink. Etimológusok talán megpróbálták kutatgatni, hogy maga ez a név, hogy Décse honnan származik, és több valószínű hatalmas nagy százalék magasságában Géza fejedelemtől, tehát 996-os esztendőtől. Ami biztos az az, hogy 1269-ből származik az első írott dokumentum. Az apafiak és a betlenek birtokában volt a település nagyon sok ideig. És 1795 és 96 között épült ez a mostani templomnak a fele, mert 1911-ben aztán hosszabbították meg a gyülekezet önkéntes adományából. Ami értékes a templomban, az a kis harang 1534-ből, most is működik, ott fent lakik. A nagyobbik harang az 250 kilós, az 1911-ben öntötték Kolozsváron. A szószék is érdekes, tudnélik, a harmadik templomból mentették át ezt a szószéket, 1765-ben készült. A motivumok rajta Sipos Dávid híres mezőségi szószékkészítő munkája. Az orgona, egy manuálos, pedálos orgona, 1922-ben épült Wegenstein Lipót és fia, híres orgonaépítőknek a műve, a 200. műve ez az orgona. Maga a település Beszterce-Naszód megyében van, egyházilag a Dézsi Református Egyház megyéhez tartozik. Azért hangsúlyoztam ki a Beszterce-Naszód megyét, mert ez az egyetlen Beszterce-Naszód megyei tiszta magyar település, még van Zselyk, egy evangélikus település, hát ott kb. 100-an laknak. Jelen pillanatban 1300 református van, és a falu lakossága becslésem szerint 1550 körül lehet. Néprajzilag hova sorolható Magyar Décse? Néprajzilag Szamoshát és a mezőség kapuja. Magyar Décsén az egyetlen vidéki település az egyház kerületben talál, ahol minden reggel és este Isten tisztelet van. Mivel nagy hangsúlyt fektetünk a hitbeli és a nemzeti nevelésre is. Nagyon érdekes az, hogy tanév közben a gyerekek először templomba jönnek, és utána mennek az iskolába reggel. Hátizsákostól beülnek a padba, van egy rövid áhítat, 7:30-tól, és innen mennek iskolába. Magyar Décsén itt vagyok 22 esztendeje. 5 alkalommal eskedtem csak vegyesházast, akkor a kollégáim és a környék csodálkozik, hogy ez nem igaz, mutatom az anyakönyvet. Amikor a környező falvakban ritka már a magyar a magyarral, na ez minket nagyon-nagyon megtizedel. Mert a vegyes házasságból a gyermek magyar nem lesz sajnos. 90%.
büszkék a magyarságukra, és szeretik, hogy megmaradtak. És jó közösség van. Mm. És mindenki, amikor jönnek a sátoros ünnepek, hogy húsvét, vagy karácsony, szert a világról futnak az, hogy jót bulizzanak. Mm. És az a jó. Van így együtt ez a csoport. 2004-ben alakultunk igazából. Gyerekként megtanultuk úgy a vezetőnkkel, Dezső Attilával a táncot. Aztán 8 osztály elvégzése után elkerültünk városokba, iskolába, utána egyetemre. Mi így a régebbiek összeálltunk, és néhány fiatalabb tagot mi tanítottunk mezőségi táncolni. És szeretjük, mert kicsit összekovácsolja a közösséget, és örvendünk, és szeretünk ide járni, mert kikapcsolódás, és nekem például felszabadulás egy kicsit a hétköznapok munkájából, meg szürkületéből. És pontosan milyen táncot láttunk most? Ez a miénk fajta ez. A régi décsei házak hasonlók voltak ehhez, ami ennél megvan, egész kereken a tornác. Oda jártak ki a décsi asszonyok, hogy bámulják az utcanyáról ölelkező fiatalokat és szép embereket. A gangból pedig általában két szobával rendelkeztek, volt az első ház. Ott lakott a több generációs család. Az ükapától a fiatal gyermekig megfértek minden veszekedés nélkül. És a kemence és a fal között ott volt egy fekvőhely, amit úgy hívtak, hogy pucik. Ugye régen a gyerekáldástól nem féltek, a családunkban megvolt a 8-10 gyermek. Hát a háziasszony, hát az kellett főzni naponta egy 10-15 emberre. És akkor ugye a gyerekekre nem volt ilyen. Oda szépen berakta a pucikba, mert egyik felől védte a fal, másik felől a forró kemence. Azt, amikor összeörekedtek, nagy volt, és akkor oda kiáltott nekik, hogy csend a pucikba. Most is fenn van ez a mondás Décsében, hogyha civakodnak erről, tóla szólnak, hogy csend a pucikba. A kislányon, ami van, ez többféle színben, ez hasonló volt a női viselet. És nagyon szépen különben ez a blúz, ez megvan 200 éve, a tátlising. Ami van itt a unoköcsémen, hát ez már a modernkornak a szép magyar viselete, de viszont az őseink nyári időszakban gyorsból vagy házilag szőtt
bőg fehér gatyával jártak, és azt kötötték be a csizmába. Alatta a kis gatyát azt már nem viseltek. Gatyáról mondjam el, volt egy ügyes magyar csürdöngölött járó fiatalemberünk, hát divat volt egyik faluba járjanak a másikba. És ugye minden vasárnap a csűrökben rendezték ezeket a táncokat. Egy hegedűs és egy kontrás, az már szépen muzsikás táncoltak nyugodtan rá. Na lement a mi ősatyánk, Bálványosvárra, a szomszéd falén, nagy magyar falus, ott is körbejárták és megkérték, hogy a fehér gatyában mutassa be ezt a csűrdöngölőjét. Hát a gatyáját a körülbelül, ugye a gatya madzagma az körül is van, belül is van, ava volt megkötve. Amikor lehajolt, hogy verte a csizmáját, ő nem vett észre, az a madzag elszakadt. Amikor felugrott, hogy tapsoljon, a gatya lenn maradt, ő felugrott, ugrott még egyet a körben, akkor szétvert és futás hazadécsébe gatya néki. A gatyát talán őrzik vár olyan most is. A dél nagyapám, és ő meg nagyapám. Vicsész Balla Bálint. Az ősatyáink úgy magyarázzák, hogy a mi őseink óriások voltak. A Décsei mezőnek egyik határrészét mai nap is úgy hívják, hogy óriás. És ezen laktak az óriások. Ez az óriás dombja alatt van egy elég sík terület, ami Décsében ritkaság, oda elment János bá szántogatni a teheneivel. Az óriás leány kiment sétálni, hogy szedjen virágokat, és meglátta János bácsit ott, hogy hajtogatja az ökreit. Az ökröstől, ekéstől, János bácsistól felvett a tenyerébe, és visszament az édesapjához az óriás házba, és mutatta. Nézze, édesapám, milyen érdekes bogarakat kaptam, én ott lejjebb, ottan turkálják a földet. Szegény óriásnak kicsordultak a könnyei. Édes kicsinál, vidd vissza őket, végezzék a munkájukat, mert mi nem sokára kipusztulunk, és ők fogják uralni ezt a szép földet. Balla Tamás vagyok, itt születtem ebbe az ezer éves faluba. A magyar tanárom hívta fel a figyelmemet 15 éves koromban, hogy indult az Erdélybe egy mesepályázat, és ha lehet, ezen próbálj meg részt venni. A nagybátyám, Balla János, aki több mint 50 mesét tudott, ahogy hazajöttem, őt kértem meg, hogy János bácsi, legyen szíves, mondjon el nekem egy mesét, hogy próbáljuk meg mi is ottan részt venni ezen a versenyen. Olyan mondok, fiam, az első díjat nyerjük. Egy nagyon jó pofa mesemondó volt, úgyhogy amikor ő mondta a meséit, ő át is élt annak a világát, hogy ő volt a mesének a főszereplője. Hogyha Virág Péter adott egy pofot, azt én is megkaptam, hogyha visszadt a zöldítést, ugyanúgy megkaptam, úgyhogy az első mesegyűjtést én is írásra fejeztem be. Hát igaza lett János bácsinak, mert megnyertük, de annyira az első díjat, hogy nekem lett egy önálló kötetem 25 mesével, mert csak annyi fér be abba az időbe. Fehér Virág és Fehér Virágszál néven jelent meg, azóta még megért két kiadást, úgyhogy három kiadást sikerült, óriási nagy sikerrel. A 60-as, 70-es években úgy volt ment a házasság, hogy a lakodalmakat vasárnap délután tartották, és szombat délután elment, vagy 10 szekér, amiket ökrök és lovak húztak. És a vőlegényes háztól azt mondták, na, menjünk bútor után. Egy dicsőség volt a 8-10 szekére, hogy végig énekelve a falon, hogy lássák a mennyasszonynak hozományát, a miveket ott bútor, párnák, varottasak, mindenféle úgy így állították ki. Utána jött a siratot, mulattak még egy nagyot, a fiúk, leányok, és másnap délbe kezdődött, aztán napot. Mibe kerül, hogy megjavuljon a kocsi? Én kérdezeket, találok kérdék, hol megfeleltek rá, nem kell adni semmit, mert... Használat előtt leáll. Használatkor feláll, és a végén csepet. Csap. Nem, fizettek. Ti kérjétek az ígyet. Használat előtt leáll. Igen. Az le van állva. Használatkor feláll. Használatkor feláll. Utána csepet. Szerintem ezt is tudják. Erre nincs is válasz. Nem az, amire te gondolsz. De nem az. És ugyan nem mondom a tettet. Ez szép szó. Lehet, boton tudja. Ha kitalálod, akkor azt mondják meg. Micsoda. Jó napot. Menjetek oda.
inkább fizetünk. Na, tősítem meg a vásár. Akkor az egyik ládában nem. És akkor mondjam meg, hogy mi? Hát igen. Az esernyő. Mind a rosszra gondoltak. Miért? Ígyatok egy sört, ha melegetek. Állj meg állj! Eljön az időszak, hogy én most is leszek látos, én is lesz arra a kapu. Kérdezz meg a fiú! Hozz egy sört, Húsz fél a terepáról, ott ugyan esnek ki a kerekén, hogy haladjuk tovább. A harangból. Ők a bárány a szemlőbe, sír a kislány a kertébe, sír a atyaja koszorúját elvesztette, szép lányságát. Atyaja koszorúját elvesztette, szép lányságát. Gondolj, babám, ére jár is, most még szeretőd vagyok is. De én minél is megyek, szerető csóka se leszek. Megyek, szerető csóba se leszek. És mi fő itt? Gulyás. Vagyis már megfőtt. És miből van ez a gulyás? Csülökből, kolbászból. Ó, hát azt nagyon szeretjük. Hát reméljük is. Úgyhogy lassan itt az ideje leülni is enni. Én rögtön úgy.